Hajtóvadászatot indított a rendőrség a TEG bevonásával Baranya megyében egy bűnöző ellen, akiről többen azt mondták, hogy a börtönből szökött meg. Ezt azonban a rendőrség nem erősítette meg. Ma annyi derült ki, hogy megtalálták a meneküléshez használt autót. A rendőrség a lakosság segítségét kéri. Pécsen Mohács környékén, de Pécsváradon is felbukkantak a kommandósok járművei. Pécsváradon is a közeli erdők fölött sokáig körözött a helikopter is. Délelőtt már Lovászhetényben bukkant stábunk a kutatóegységekre. Azt, hogy itt mit csináltak, nem derült ki. A közeli Pécsváradon is tanácstalanok voltak az emberek. Láttam a helikoptert, és láttam egy tekes autót. Ennyi volt, amit én észleltem. Sokáig körözött a házak felett, és gondoltam, hogy valakit keresnek, mert ez már nem az első ilyen eset az én életemben. Az utcán hallottam, hogy valami rendőrök valakit köröznek. Mit látok? Mást nem látom. A kisváros polgármestere is megpróbált információt kérni a rendőröktől, ugyanis őt is sokan hívták érdeklődve, azonban a polgármesternek sem árulták el az akció minden részletét. Nyilván ilyen helyzetben nem adhatnak egy átfogó pontos infót számomra, de egy körülbelült igen, és erről tájékoztattam a lakosságot, miszerint nem kell félni, itt nem háború van, nem valami óriási katasztrófa, hanem csupán arról van szó, hogy a rendőrség és a TEG együtt keresnek valakit, aki valószínűleg szökésben van. Az üggyel kapcsolatban részleteket nem árultak el a rendőrök továbbra sem. Azt viszont kérték, hogy aki látta menekülés közben a képen látható autót, az értesítse a rendőrséget. A kocsit közben megtalálták, és annyival árultak el többet, hogy annak vezetője kivonta magát egy rendőri intézkedés alól. Azt sem tartják kizártnak, hogy a kocsi vezetője a zöld határon keresztül külföldre menekült.